Sziasztok! Ez itt a Trader a Market, méghozzá a quick charts, és csak így mellékesen teszem hozzá a nyár óta, számomra. Ez az első Quick charts, amit itt normális környezetekbe tudok felvenni, és nem csak ez ad nekem nehéz körülményeket, vagy nem adott nehéz körülményeket, hanem ami még mindig most is, az a Total, és ezt gondolom számotokra is így van, nem csak a totál, hanem az egész kriptó szektor. Erről fogunk ma beszélni, hiszen szeptember van, és azért az utóbbi években szeptemberkor a piac egész aktív, kicsit olyan felébredős hangulatba szokott lenni. Most majd megnézzük ezt a kérdést, hogy van-e erre mutató jel, vagy nincs, hogy mi van vele. Persze a dx ami egy sokkal érdekesebb csártot mutat nekünk, és elosztom nektek. Uh, úgymond egy hírt, meg csak egyet meg szeretnék említeni, de mielőtt még ezt elkezdeném, majd ott, uh, kis uh, makroadat, annyira nem fontos, holnap fog jönni unemployment rate, ez a totálra, mint a kriptoszektora valószínűleg nem lesz nagy hatása, a dollárra pedig még lehet egész nagy hatása, hiszen a dollár az most egész jó erőben van, ez egyértelműen látszik a csárton. Na de a hír, amit te hoztam, az egyik ír, amit meg akarok említeni, ami egy hosszabb cikk, tehát ez nem a short news van, hanem hogyha felmentek, akkor egyébként ez dobja be fel egyből, ugye a tradermarket.com weboldán, ami, hogy tulajdonképpen a cím egy kérdés, mi szerint globális kriptopolitika van a láthatáron. Ez egy nagyon érdekes cég, hiszen ez maga egy ilyen globális kriptoszabályozást írna le, vagy hogy van-e erre esély, hogy milyen tényezők állnak most ezzel kapcsolatban rendelkezésünkre. És van a másik, amit el is fogok mondani, ami egy kicsit rövidebb hír, ezt például a Short News listájába találtok meg, ami úgy szólja, folytatja a harcát az ETF-ért. A Grayscale a múltkori Egyesült Államok értékpapír és felül egyete SEC elleni nyertes peró után tovább üti a vasat a Bitcoin ETF-fel kapcsolatban. A vállalat jogi csapata levelében kérte a szeket, hogy adjon ki végzést a New York Stock Exchange Arca 19B kötél 4 szabály szerinti bejelentésnek jóváhagyásából, valamint arra kérte őket, hogy a Grayscale-lel és a New York Stock Exchange Arca-val együttműködve véglegesítse a Grayscale Bitcoin Trust átalakítását Spot Bitcoin tőzsdén kereskedett alappá. Elmondásuk szerint a GBTC, ugye ez a Grayscale Bitcoin készen áll arra, hogy a szabályozó jóváhagyást követjen ETF-ken működjön. Ez érdekes, mert tulajdonképpen a korábbi ETF hírre jött ugye ez a nagy spike, amikor a Grayscale nyert az it, a, a SEC ellen, és ez jelentette az, hogy nem csak a Grayscale-nek van igaza, hanem inkább így úgymond az ETF-eknek van igaza, és ETF végre jöhet a Bitcoinnal kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan ez a legújabb hír, és mindjárt áttérünk a kriptóra, ezt kicsit itt tartsátok fejbe, ezt az ETF-et, Grayscale-t, stb. A dollárt, ha megnézzük, a dollár az, tipikus, az ö, tulajdonképpen pont azt a mozgást végzi, amit számítottunk tőle, és amiről beszéltem nektek a legutóbbi quickchance Hiszen akkor bemutattam nektek ezt a hatalmas trendfordítónak alakulható zászlót. hogy tudjuk, akkor konfirmálhatja a felső trendvonalat, itt ezt a felső félretől a kurzorom fel alá csúszik, azt megtörés visszatesztel. Ezt konfirmálja. És ez megtörtént, akkor még csak így a visszateszt folyt, de azért éreztük, hogy a mérlegemákat, az 50-es és a 200-es expanzális mozgó több mint valószínű, hogy nem veszti el, plusz a zászlót, plusz a 103,007-es ellenállást. Így még akkor behúztam ezt a vonalat, ugye akkor sikeres egy visszateszt, hogyha megtöri a visszatesznek a felső trendvonalát, ezt ugye láthatjuk, hogy megtörtem. itt nem húztam annyira pontos vonat, de ha így ráhúzom, hogy akkor láthatjuk, hogy megtörte, és ez a vonal ez egyébként jól működött, hiszen ha megnézzük, amikor ebből a vonalba beleütközött, akkor kapott egy kis um, ellenkereskedés, de egyben megtörte, elindult felfele, és lower low, illetve lower, vagy higher high építve elkezdte a felfelé építkezését, ezzel sikeres lett a visszateszt, ezzel sikeres lett a trendfordító zászló, és ezzel egy hatalmas kérdő, kérdője, felkiáltójá kell, hogy felvillanjon a, a fejünkbe, hiszen, mint ahogy mondtam, ez egy úgy néz ki jelenleg struktúrát váltott dollár megcsinálta a Higher high ez nagyon fontos, és majd a még fontosabb Higher High ugye a 105,699-es szint után lesz, hiszen onnan kezdett leépülni ez a zászló, az lesz egy hatalmas áttörés, honnan megvan a Higher High, ez nem lesz annyira egyszerű, viszont ha az megvan, akkor tényleg oda kell nagyon figyelni, hiszen beszéltem nektek előző videóban, hogy amit végignéztünk a totálon az utóbbi hónapokon, az az tulajdonképpen egy negatív dollár mellett volt. Uh, és amit most majd végig fogunk nézni, és ha nem kap új erőbe a, a totál, az valószínű egy pozitív struktúra váltásos, úgymond struktúra váltásos dollár uh, mellett lesz, hiszen ha megnézzük, itt a dollár az megkóstolta ezt a 99,860-as szintet, ami a korábbi uh, pontosan mondom, még ilyen 2022 októberi szinthez elég alacsony volt, és onnan trámos látunk egy bounce-t, nem valószínű, hogy egy napos gyertyával elérjük a korábbi higher height, viszont maga ez a struktúra a váltás és az, hogy egy, egy inkább egy ilyen pozitívabb felfelé mozgást, akármennyire gyors, akármennyire lassú fog felvetíteni, ez mindenképpen fontos lesz a totállal kapcsolatban. Na de nézzük meg a totált, és hogyha megragadta grayscale, amit mondtam, ugye itt volt ez a kis spike, és mindjárt megmutatom nektek, ugye ennél, még ennél a spike, ennél ez szinte vége se lett, de én mondtam nektek, hogy nagyon figyeltek oda, ez egyértelmű volt, több, tulajdonképpen lendületet mutató indikátorunk mutatta, hogy ebben nincs akkor a lendület, de ha csak itt ezt a kis volumen megnézitek, nagyon gyengére sikeredett, tulajdonképpen nulla eladás és nagy hype e, eredményezte ezt, a bitcoin Bitcoin-on láthattuk, főleg a bitcoin volt a, ugye a fő húzó elem, 8-9 ot ment aznap, ha jól emlékszek. Ja, még egy dolog a dx -fine a Golden Cross az, ha megtörténik, akkor számíthatunk ugye egy visszatesztre, ennyit még el szerettem volna mondani, csak nehogy meglepetés érjen, vagy bármi, vagy, vagy akár ez lehet segít nektek majd a kereskedésbe, amikor éppen egy korrekciózik a DX-vá és a többi, de visszatérve a totára, hiszen ugye ott is azért érdemes beszélni az exponenciális mozgóátlagokról, elég nyilvánvaló, hogy ugye itt mi történt meg, történt mégis a dead cross, beszéltem arról, hogy lehet, hogy megmentődik, ez nem történt meg, sajnos vagy nem sajnos, tulajdonképpen a piacnak annyira sincsen, hogy erre a Dead Cross-ra visszateszteljem. Azért megvárom a végét, hát ha jövő héten esetleg hét elején kapunk valami extra berőt, hiszen akkor számíthatnánk egy visszateszre, de ezzel a Dead cross ugye egyel, -egy -egy lejjebb lépett a a totál egy egyel -egy lejjebb, uh, lejjebbi range-et folytat, ugye korábban ez volt a range, és most egy lehelletnyivel uh, lejjebb. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy, nem, hát negatívabb a piac, viszont van ez a egy milliárdos, ugye egy tés szint, hogyha a nézitek, és így is hivatkozunk rá elemzésekben, az egy nagyon nagy szíjikai határ, és ez egy olyan határ, amit valószínű ennyi eladási erővel nem fog elengedni a piac. Jelenleg nincs nagy eladási erő, sajnos igen unalmas ez a, ez a, ez a kis konszolidáció, nagyon nehéz dolgunk van a piacon, van egy-két elem, tényleg, de most mit tudom én, ismerünk 30-40 elemet, sokan valószínű kereskedtek már itt 10-20 elemet, és, és abból egy, egyet lehet kereskedni, az azért elég silány, ezt, 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 én is látom, és ezt mindenki látja sajnos a piacon. Viszont ugye szeptember 60 beszéltünk arról, hogy hogy azért nyaranként, nyár vége, ősz elejénél láthatunk, vagy tél elejénél láthatunk ilyen izgalmasabb mozgásokat, és amúgy erre van jel, hogy akár nyitott lehet a piac, az a baj nem az utóbbi hónapban, viszont itt például ez a mozgás és ez a volumen emelés átlagban, ez nagyon szép volt, és Inkább a probléma itt, itt van, hogy, hogy, itt is látunk szép volumen emelkedést, és ugye itt is kaptunk egy minimálisat, de hogy az átlagot nem tudjuk feljebb húzni. Ez nem a egyik napról a másik napra áttörés lesz. Ha már ebbe a konszidációba végre ki tudna lépni a, a, a totál, és akár egy normális struktúrát elkezdene, nagyon minimális leépítkezésre, szinte egy, 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 egy kis rényshez hasonlóan, már az, az jelezhetni egyébként, hogy ébredezik a piac. Egyelőre konkrét tehát erre nem látunk, ez egy lépcsőzetes folyamat. Tulajdonképpen ugye itt nagyon reménykedtünk, és itt nagyon hájpoltuk, mi is hájpoltak voltunk, és sokak másnak a kriptópiaca. Nem az, hogy tudomún, vagy tud zero, nekünk nem ez számít, nekünk a volumen számít, és ugye itt sok kereskedőhez beszélünk, nektek is a volumen számít. Tulajdonképpen a totál az most kicsit olyan negatívabb, semleges, negatívabb, nem kell hatalmas dologra számítani ilyen volumen mellett, felfelé rengeteg az ellenállás, lefele pedig ugye van ez a 1 milliárdos pszichikai határ, viszont mindenképpen kell figyelni, hiszen a utóbbi hetekben egyértelműen az aladási erő az egy sokkal nagyobb lendületű, és egy sokkal könnyebben megérkező erő volt a piacra, tehát hogyha most kéne mondanom valamit, hogy extra volumen jön, Oké, én arra számítanék, hogy ez lefele teljesülne, hogy meddig jutna, az persze hatalmas kérdés annak függvényében, hogy, hogy milyen lesz maga ez a kereskedési erő, mert ez a 1 milliárdos szint eh, nagyobb ellenállás, mint, mint, mint így első ránézése bárki is gondolná, ugye itt van eh, sok leszúrás, ez tulajdonképpen azt mutatja. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ezen a héten még jövök egy ilyen eh, kis bejelentkezéssel, a Discord csatornánkra megy a tartalom ezerrel, ahogy a Youtube-ra is, és ki nem hagynám a tradeonamarket.com weboldalát, hogy aztán meg főleg nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, majd találkozunk, pacsi!